Dés András ütős, Dés László fúvó zeneszerző és Grecsó Krisztián író zenés pódium estjén édes bús történetek kerülnek elő. Az író anekdótázik és olvas, a muzsikusok pedig, apa és fia a színpadon írnak zenét a megelevenedett mesékhez. Tartalmas, mégis könnyed szórakozás egy este hallgatásról, identitásról és a régi idők szerelmeiről. Egy Egon esten léptünk fel együtt, és én láttam, hogy Dés László, zeneszerző és szaxofonos, együtt játszik a fiával, Dés Andrással, aki ütőhangszereken játszik. Nagyon-nagyon szépen muzsikáltak. Mondjuk ezt el is vártam tőlük, meg hát nem is lepődtem meg. Ellenben történt még egy fura dolog, ahogy úgy elszállt az angyal a terem fölött. Láttam, ahogy apja és fia magánkívül, extázisba, önfeledten csinál valamit. És olyan irigylettem, és arra gondoltam, hogy milyen nagyon nagy kiváltság és szerencse ez a részükre. Hát gondoljon bele, ön mikor csinált valamit utoljára az édesanyjával ilyen önfeledten? Ilyen extázisba, ilyen magából kivetköző gyönyörrel. És akkor mondtam nekik, hogy hát nagyon irigy vagyok, hogy ilyet láthattam. Elkezdtünk erről beszélgetni, és akkor úgy hozta a sors, hogy egy esten be kellett ugranom egy író kollégám helyett, pont a Dés László mellé, és akkor együtt elkezdtünk ezzel a játékkal elindítani valamit. Vagyis, hogy család, együtt szülessen valami, a színpadon is szülessen valami, és ez mindkét részre igaz. Tehát igaz a prózára, miszerint én mesélek a Mellettem elférsz című regényről, mesélek a körülményeiről, a titkairól, a hátteréről. Majd amikor körbejártam ezeket a történeteket, akkor ami középen van a maga a szöveg, az elhangzik. Ezek után, ami elhangzott szöveg, apja és fia együtt improvizálnak rá. Most ott a színpadon megszületik egy zenemű, ami abban a pillanatban egyedi, kizárólag a szövegre reflektál, tehát mint egy beszélgetés, mint egy összesimuló dialógus, de megismételhetetlen. Tehát aki most itt Szentendrén ezt meghallgatja, az egyszer hallotta ezt a Dés kompozíciót, és nyilván többet mi sem fogjuk. Úgyhogy ilyen értelemben nagyon megtisztelő, hogy a szövegekre válaszol a zene. Több ilyen estünk volt már, nagyon-nagyon izgalmas, hogy a közönség ezt észreveszi. Mikor először érzik, hogy a hangulatbeli azonosság, mikor vannak utalások, jelek a zenébe, finom ritmusok, szívritmus, katonai ritmus, ahogy a szaxofon valami lágy melódiát játszik, ha valami szerelemről volt szó. Tehát nagyon érdekes helyzetek vannak. És hát 50 év történetét vesszük át. Nagyjából 30-as években indul a történet, akkor kezdődik el, és a máig jutunk szerelmek, család, identitás. Tehát egy nagyon-nagyon széles merítés, de minden alkalommal nagy találkozások, nagy szerelmek kerülnek színre. A tartalmas, mégis könnyed szórakozást ígérő estek bevételének egy részét a művészek a Csodalámpa Alapítványnak ajánlják fel. A non-profit szervezet célja, hogy 3 és 18 év közötti életét veszélyeztető betegségben szenvedő gyermekek kívánságait teljesítse, ezzel támogatva őket és családjukat a gyógyulás felé vezető úton.